A Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara idén ünnepli az angol program fennállásának 30. évfordulóját. Ez alkalomból az angol program bizottság ünnepségsorozatot szervezett. A képzésnek az a célja, hogy komoly, modern és jól alkalmazható tudást adjon a diákoknak. Ezt a célját mindvégig igen magas színvonal el is érte, és úgy gondolom, hogy a visszajelzések akármelyik országot nézzük, kifejezetten pozitívak. Tehát a Magyarországon és Pécsen végzett orvosok mindenütt megtalálják azt a helyet, ahol nyugodtan, hatékonyan dolgozhatnak. Készültek hivatalos felmérések is, Norvégiában, Izraelben, ahol kimutatták, hogy a legjobb három közé tartozunk a különböző nációk közül. Tehát ilyen tekintetben mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon sikeres a program. Az angol program vezetője azt is hozzátette, folyamatosan fejlődniük kell, hogy a külföldi hallgatók beilleszkedését, nyelvi nehézségeit maximálisan támogassák. Az ünnepségsorozaton egy fotókiállítás segítette a visszaemlékezést az angol program első 30 évének történetére, az orvostudományi karon végbement fejlesztésekre, újításokra, majd a PTE vezetőinek üdvözlő szavai és a kötetlen beszélgetés ideje következett a 3 évtizedes jubileumon. Az angol program iránti érdeklődés egyébként évről évre nő. Az utóbbi 2-3 évben több mint 900 jelentkezőből választották ki a felvett hallgatókat, most szeptemberben 250 diák kezdheti meg az orvoskaron tanulmányait.